Amikor először játszottam ebbe a színházba, még úgy hívták, hogy irodalmi színpad, és még akkor főiskolás voltam. Az nagyon régen volt, az 50 éve kb. Aztán azóta többször is játszottam itt, Radnóti színpad le, és akkor 1985-ben, tehát most már ugye 31 éve lettem én itt igazgató. És az, hogy én díszpolgára lettem a fővárosnak, ami egy óriási megtiszteltetés, nagyon sok köze van ennek az épületnek, vagy ennek a dolognak, mert hiszen úgy érzem, hogy a városért, mint a színház igazgatója tettem talán a legtöbbet a magam részéről. Ez egy 37-ben épült épület, tehát a 30-as évek stílusa ilyen modern, és akkor itt volt egy kávéház, és 1941-ben egy vállalkozó színész, bizonyos Sárosi Szüle Mihály, úgy döntött, hogy itt egy színházat alapít, Vidám Színháznak hívta, és akkor itt alakult ebből a kávéházból egy színház. Vidám Színház, volt a háború alatt még, akkor a háború után pódium, kabaré, aztán később irodalmi színpad, Radnóti színpad, Radnóti színház. Hát erre nagyon büszke vagyok, erre a szoborra. Ezt 2009-ben avattuk, tehát a Radnóti 100. születésnapja évében. És akkor sikerült elérnem, és ez nem kevés harc volt, hogy ezt a szobrot, ez a Varga Imre gyönyörű szobra, ez már áll máshol is, de nagyon büszke vagyok, hogy ez itt áll. Hogy milyen szép, ugye, hogy ott az operett előtt ül Kálmán Imre, az mikroszkóp előtt áll Hoffi Géza, és itt a Radnóti előtt támaszkodik Radnóti Miklós. Szerintem ez nagyon szép. Ezek az épületek? Ezek változatlanok, ott az ENSZ Múzeum, ugye, aztán most már másként hívják, ott volt egy színház, a Kamaraszínház, régen a Tinódi mozi volt, aztán a Tivoli mozi lett, aztán a Kamaraszínház is most be van zárva éppen. Tehát itt van a Terész templom, hát az egy régi épület, az egy 250 éves épület, egy nagyon szép barokk templom. Ugye ezt az utcát most tudják, hogy Paula Jede utca, régen a Kétszeresen utca volt. És ezért nevezték el ezt a kávéházat Kétszeresennek. Mert ez a Kétszeres utca. Ugye Paula Jede a Nemzeti Színház igazgatója. A nagyapám Bálint Zoltán, ennek a korszaknak, tehát a századforduló elég híres építésze volt, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos, az volt a társa. És ők annyira híresek voltak és keresettek voltak, hogy például a 1900-as párizsi világkiállítás magyar pavilonját ők építették. A külügyminisztériumot ők építették, Debreceni megyeháza, sok házat. És itt a környéken több házon is rajta van, hogy Bálint, Jámbor, Fec, Fecérunt, ugye? Tehát Bálint és Jámbor csinálták. Erre büszke az ember, csak-csak. Gründer generáció, tehát akik a Budapestet megcsinálták. Volt 20-25 év, amikor fölépült ez a város. És a nagypapa egyike volt ezeknek. Itt a Városligetben. Ez is egy reneszánsz, neoreneszánsz ház. Szerintem szép ház. És a nagyapám építette Jámbor Lajos társával együtt. Én Pécset születtem, de már 3 éves korom óta Budapesten élünk, úgyhogy meg a szüleim budapestiek voltak. Hát ez az én szülővárosom azért, meg hát itt töltöttem ezek szerint 70 évet az életemből, de még sok. Van Molnár Ferencnek egy írása, ő egy nagy Budapest mániás volt, ő is ennek a bizonyos alapító nemzedéknek a tagja volt, mint nagypapa. Hogy azt írja Molnár, hogy amikor hazajön, amikor külföldön jár, Párizsban, vagy Londonban, vagy Berlinben, akkor mindig azt mondja, hogy ezt otthon is meg kellene csinálni. És ez úgy tetszik nekem, és ezt gyakran gondoltam. Úgyhogy valószínűleg ez egy igazi Budapest patrióta gondolat. Hát én Budán lakom, és Pesten dolgozom. Talán így a legszerencsésebb. Van ez a seres rezsőszám, hogy hiába van palotád Budán, Pesten szaladsz a boldogság után. Ez nagyon, nem idéztem pontosan, de ez
estét. Estre jársz a boldogság után.